Néha előfordul, hogy panaszkodnak, főleg idősebb személyek, hogy megromlott a hallásuk, és ez nagyon kellemetlenül érinti őket, nem mernek emberek közé menni, társalgásba kezdeni, nem értik, hogy miről beszélnek, és ez nagyon zavarja őket emberi kapcsolatukban. Valóban a Jóistennek nagy ajándéka a fülünk, amely által a külső hatásokat, hangokat felfogjuk, és ilyen értelemben nagy szerepe van fülnek abban, hogy befogadjuk és jobban értékeljük, megismerjük környezetünket. Míg a szó, a nyelv, a száj elsősorban a belső gazdagságunkról tanúskodik, a fülünk abban segít, hogy a környezetünknek a hatásait, főleg hangjait felismerjük, befogadjuk, tájékozódjunk, kapcsolatokat tudjunk létesíteni. Nagyon fontos, hogy ugyanakkor sokféle hang, sokféle beszéd érint meg bennünket, hogy egyfajta kritikával is kell azért élnünk, hiszen nem mindig igaz szó hangzik el, és ilyen értelemben az embernek van egyfajta természetes önvédelme is az őt ért hangokkal és beszédekkel kapcsolatban, és néha talán nagyon is erőteljesen reagál. Nagyon érdekes, egyik alkalommal egyik bátyám kisgyermekével kapcsolatban elmondta a sógornőm, hogy aggódott, hogy baj van a gyermek fülével, mert van, amikor többször, sőt, nagyon hangosan kell bizonyos dolgokat mondani neki, kérni, és azt gondolta, hogy elromlott a hallása. De bátyám kicsit gyanút fogott, hogy ő nem tapasztalta ezt, és hát próbálta kideríteni az igazságot. És amikor legközelebbi alkalommal jött haza a napi munkája után, a gyermeke önfeledten játszott a szoba egyik sarkában, és köszöntötte a feleségét, aztán hangosan, szinte suttogban mondta, hogy hoztam csokit a Csabikának. És erre felugrott a kisgyermek a szoba másik végéről, nagy ujjongva, apu, mit hoztál? Csokit hoztál nekem? Hát kiderült, hogy ő nagyon jól hallott minden, csak azért nem mindent akart meghallani, tehát már egy kicsit úgy bizonyos dolgokat igyekezett, mint egy magába rejteni, vagy pedig hát azzal elutasítani, hogy nem akarja meghallani. Hát sajnos ez felnőttekkel is előfordulhat. Tészbe jó, hogy valóban tudunk ítéletet mondani, értékelni a felénk áradó szavakkal kapcsolatban, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy egy készség legyen bennünk, hogy meghallgassuk a szavakat, illetve jól értelmezzük, helyesen fogadjuk be, és tudjunk arra reagálni. Istennel kapcsolatban is nagyon fontos számunkra a fül, hiszen a kinyilatkoztatásban, a Szentírás tanításában újra és újra halljuk, hogy Isten megszólítja az embert. Sőt, Isten kiválaszt személyeket, főleg a profétákat arra, hogy küldje őket, hogy hirdessék az ő szavát, üzenetét, hogy az emberek megismerjék, meghallják, és hát be is fogadják, és szerinte alakítsák az életüket. Többször panaszkodik Isten, és a proféták tapasztalják, hogy az Isten szava elutasítást kap, nem fogadják be. Tudják, hallják a fülükkel, de nem érinti meg a szívüket. És ez úgy rávilágít arra, hogy nem elég a hangokat meghallani, nem elég információkat szerezni. Nagyon fontos, hogy válaszoljunk is, mégpedig az igaz értékeket befogadva, azonosulva vele és tettekre váltva, míg a hamis vagy hazug dolgokat tudjuk elutasítani. A kemény szívűség az egy nagy bűn, és Jóisten figyelmeztet, hogy amikor az ő szavát halljuk, azt készséggel fogadjuk, hiszen Isten mindig igazat mond, és nem szabad fölülbírálnunk, nem szabad fülünk mellett elengedni, hanem tettekre kell váltanunk. Maga Jézus is így küldi az apostolait, hogy hirdessék az evangéliumot. Nagyon fontosnak tartja, hogy az üzenet, amit ő hirdetett, tanított, azt megismerjék mások is, különböző korok emberei, nemzedékek, ezért nemzedékről nemzedékre hirdetni kell az evangéliumot, és nagyon fontos, hogy nyitott füllel, nyitott szívvel hallgassuk, ne keményítsük meg a szívünket, mert ezáltal gazdagodhatunk, és ezáltal fakad
haladhatunk az üdvösség útján. Tehát a hallott isteni kinyilatkoztatást nagyon fontos, hogy ismerjük, de még fontosabb, hogy tettekre váltjuk. Jézus azt mondja, azok igazán boldogok, akik hallgatják és teljesítik az evangéliumot, az ő tanítását, tettekre váltják. Ilyen értelemben nagyon fontos számunkra is, hogy olyan példák segítsenek, bátorítsanak. Az Ószövetség idején nagyon szép példaként állhat előttünk Sámuel próféta, aki még szinte gyermek volt, amikor Isten megszólította, de nagyon készséges, nyitott szívű, nyitott fülű gyermek volt, aki ugyan éjszaka álma közepében szólította meg az Isten, mégis azonnal fölébredve ment Hélihez, az ő tanítójához, mesteréhez, Héli főpaphoz, itt vagyok, Uram, hívtál, és nagyon szép készséges szívet mutatott meg, hogy a hallott szó alapján cselekedett, és kész volt megtenni, amit neki mondott. Hát kiderült, hogy végül is nem a főpap hívta, hanem Isten szólította meg, és amikor erre figyelmeztette őt a főpap, akkor ugyanilyen nyitott szívvel, nyitott füllel hallgatta Isten szavát, és azt írja a Szentírás, hogy nem hiúsult meg semmi abból, amit Isten általa mondott, mert Sámuel készséggel befogadta és megvalósította, és így teljesedett ki az ő élete, és így lett áldássá népe javára. Számunkra is nagyon fontos, hogy így halljuk meg embertestvéreink, családunk tagjai, vagy a környezetünkben lévők hozzánk intézett szavát, hogy befogadjuk és tettekre váltva segítsük, és ezen keresztül gazdagodik a mi életünk is. A Szentírásban arra is figyelmeztet Isten bennünket, hogy különösen is fontos, hogy meghalljuk a szegények, az elesettek, az özvegyek, árvák, vagyis a nehéz helyzetben lévők, a kiszolgáltatottaknak a szavát, segélykiáltását, kérését, hogy ne dugjuk be a fülünket, ne keményítsük meg a szívünket, mert ennek súlyos következménye van, hiszen azt mondja Isten, azt üzeni, hogy ha mi embertestvéreinknek a szavát nem hallgatjuk meg, nem fogadjuk be, nem törekszünk a kérést teljesíteni, annak a következménye, hogy Isten sem hallgatja meg a mi szavunkat, a mi kéréseinket, tehát a mi földi életünk és örök sorsunk is függ ettől a készségtől, hogy jó meghallgatók legyünk, és a fölismert igazságnak megcselekvői. Ezért a fülünk, amely Istennek nagy ajándéka, kell, hogy halló fül legyen. Ne csak halljunk, hanem meghalljunk, meghallgassunk, és készségesek legyünk annak szellemében cselekedni. Az Úr Jézus egy alkalommal meggyógyított egy süket némát, először a fülét gyógyította meg, a hallását tette rendbe, és amikor hallóvá lett, akkor ez az ember, ez az addig néma ember megszólalt. Kérjük Isten kegyelmét, hogy valóban tudjunk odafigyelni környezetünk jó szavára, ne a kíváncsiskodás, ne a csupán az információ szerzés legyen a mi figyelésünk, mert amíg túlságosan sok időt szentelünk akár különféle híreknek a meghallgatására, akkor, hogy Kempis Tamás írja, ez nem fog minket boldoggá tenni, hanem inkább nyugtalanná teszi a szívünket, akinek mindig arra viszket a füle, hogy valami újat halljon. Ugyanakkor az is érdekes, hogy a Jóisten egy szájat és két fület teremtett nekünk, tehát nagyon fontos, hogy hallgassunk oda, hallgassuk meg környezetünknek a szavát, és jó lélekkel, jó szívvel, szóval és tettel válaszoljunk, és így ez a nagy ajándék, a hallás képessége üdvösségünkre, javunkra, földi boldogulásunkra és mások javára is értékes eszköz lesz. Így köszönhetjük meg Teremtő Urunknak ezt a nagy ajándékot, a jó hallás és a jó meghallgatás kegyelmét. Az apostolok cselekedeteinek első részéből olvasom a 8-tól a 11. versig terjedő szakaszt. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.
Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takart el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Az áldozó csütörtök Jézus mennybemenetelének ünnepe egy kissé mellőzött, megkopott, megfakult keresztény ünnepünk, mégis ugyanolyan fontos, mint a karácsony. Ahogy Jézus eljött erre a földre, csodálatos módon megszületett, elvégezte a rábízott küldetést, elvégezte a megváltást, meghalt értünk a kereszten, és aztán csodálatos módon harmadnapon feltámadt a halálból. Majd még egy 40 napig volt a tanítványokkal, többször megjelent előttük, találkozott velük, és végül visszament a mennybe. Az ő visszamenetele azonban nem azt jelentette, hogy cél nélkül vagy feladat nélkül maradt volna a tanítványi kör, vagy azt jelenti, hogy a keresztjének cél nélkül maradtak volna. Jézus Krisztus azt a feladatot bízta ránk, hogy tanúi legyünk széles a világon. Tanúi legyünk, ami azt jelenti, hogy bátran merjük megvallani belévetett hitünket a szűkebb környezetünkben, családunkban, a barátaink körében, a szomszédainknak, a munkatársainknak, a tágabb környezetünkben, ebben a városban, és széles a világon. Az áldozó csütörtökön fontos feladatot kaptunk, legyünk tanúi Jézus Krisztusnak, legyünk bátor, hitvalló tanítványai.